Ez lesz a mai VOX 2024. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Nagy Dávid, a Magyar Kétfalkú Kutyapárt pártigazgatója és Újpesti polgármester jelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi történik a DK és a Kutyapárt között? Hát én alapvetően azért jöttem ide dolgozni önkénteskedni, ne, ne legyen ilyen dolgom soha, hogy ilyen ügyekről beszélek más ellenzéki pártokról, meg a, meg a közös vonatkozásainkról. Én azt látom, hogy volt egy előválasztás, ami a DK beállt a Momentumos jelölt mögé, tehát gyakorlatilag szerintem legitimálta az előválasztásnak a feltételét, és ekközött szerepelt az, hogy a kutyapárt győzelem esetén 8 helyen indít képviselőjelöltet. Én ahogy látom, a most állás szerint polgármester jelöltet ugyan nem, de 8 vagy 12 képviselővel ránk indulna. Akkor ezt picit nézzük meg, egyébként a Demokratikus Koalíció délután kiadott egy közleményt, mert hogy hát, a hírek arról szóltak, hogy a DK indít polgármester jelöltet, élő... Norbert személyében. Ezt Kovács Gergely ö, tette ki a Facebookjára, meg hát a sajtóban is lehetett olvasni. Önöknek volt erről konkrét információ? Újunk? Szerintem igen, tehát ez elhangzott valamilyen telefonbeszélgetésben vagy beszélgetésben. Alapvetően ezeket a Gergővel egy, egy szerencsétlen passzivistának delegáltuk, hogy ő intézze ezt a ki, hogy, hol indul dolgot, és úgy nézett ki, hogy minden rendben lesz, aztán egyszer csak elkezdett csörögni felváltva. A telefon gondolom ott hangzott el egy ilyen polgármesteri fenyegetőzés, vagy ilyesmi. És akkor azt tudja, hogy még miért nem indítanak mégsem, vagy erről van bármi információk, vagy az nincs, tudom, ezt a közleményt látta. Na, akkor nézzük látom. még ezt a, ezt, a, ezt a közleményt. Tehát polgármester nem lesz, mert mint polgármester jelölt dk a kerületben. A DK jelöltjei, szól itt a második pont, viszont valóban indulnak a kerület egyéni körzeteiben önkormányzati képviselőjelöltként. Közös többpárti jelöltet kiválasztani vagy tárgyalással, vagy előválasztással lehet, írják ők. A kerületben ilyen tárgyalások nem folytak a DK és a kutyapárt között, és a képviselőjelölti előválasztások sem voltak. Ezért a DK szövetségeseivel együtt természetesen jelölteket állít. Ez sem ráindulás, hiszen nem született semmilyen megállapodás, ami ezt kizárná. Ön beszélt megállapodásról, meg a kutyapárt is beszélt korábban, meg a momentum is beszélt a DK, meg most azt mondja, hogy ilyen nem volt. Mi volt konkrétan a megállapodási? Én, tényleg azt tudom mondani, hogy csinálják, tehát ha akarják, akkor csinálják így. Én szerintem egy tök egyértelmű győzelem született, aminek a fényében annyira nem is rosszak ezek az arányok, ahogy el van osztva, hogy a 8-2-2-2, tehát gyakorlatban, vagy nem 8-2-2, tehát gyakorlatban ez a 60% érvényesül. De erre a DK rábólintott, mert ők ebben a harmadik pontban azt mondják, hogy a Momentum és a kutyapárt között valóban nem, volt egy nem, ilyen nem. tárgyalás, de ők ebben nem voltak benne. I igen, itt ezt szerintem a ketté kell választani. Egyrész egyrészt ez nem egy titkos paktum, tehát ezt szerencsére majdnem felrobbant a tagságunk, ekkor mindenki meg tudta boldog boldogtalan. Ez az egyik rész, ez nem volt titkos. Másrészt viszont én is úgy hogy a DK nem írta alá, de közvetetten úgy, hogy a farkas csabát támogatták adatbázissal, a Dobrevkler a hangján hívogatták a hegyvidéki dk ő, ő adatbázist, hogy menjenek el szavazni, én azt gondolom, hogy ezzel legitimálták az előválasztást, és annak a feltételét gondolom én ebben. De ott polgármester volt szó, és nem a képviselő Nem, mert nem a, a megállapodásnak részét képezték az önkormányzat képviselő is. Ja, tehát, és akkor úgy vették, hogy akkor, úgy vették, állt, hogy hát, hát, akkor az ah, úgy <laughs> számít. Kevét, tehát nekünk az elmúlt két évünk nem abból állt, hogy tárgyalgattunk. Honnan indul ez az egész nézeteltérés? Azért kérdezem, mert ma a startban itt volt Pék Szabolcs, az iránytű intézetelemzője, és azt mondta, hogy hogy neki az az információ, hogy ez egész Óbudáról indult, mert ott nagyon szoros volt a meccs. Nevetett, mert ő megmagyarázta. 19-ben is, most is várható, hogy az lesz. Ugye Búzs Balázs és a jelenlegi polgármester a Kislászló között. És állítólag a demokratikus koalíció kérte önöket, mármint a kutyapártot, hogy Óbudán ne indítsanak Kislászlóra Ez nem igaz? Uh ezt is akkor kettészedem. Egyik része, mi ott indulunk el, ahol jó a helyi csapat, jó a jelölt, alkalmas a jelölt, vannak akciók, van helyi tevékenység, tehát nem csak a választásra állunk össze, mint nagyon sok városban az ellenzéki szövetség, és a polgármesterrel nem vagyunk elégedettek. Egyébként önkori listát, önkormányzati listát állítunk. Öt darab helyen indulunk el a 23 budapesti gerületből, Ö, és semmiképp ne vegye senki se gesztusnak, de hogy ez azért egy nagyon alacsony szem. Ez az egyik része. A másik nem hangzott el ilyen kérés azelőtt, hogy mi állítottunk volna polgármesteri előtt, hallottam ilyet, hogy ez őket nagyon megüti. Na de miután állították, mert itt az információ az arról hogy miután megnevezték, hogy Budai Sándor ott induló Budán, azután érkezett kérés a DK-tól, Önök nem azt nem válaszolták, fejlőről. hogy nem, erre válasz aztán a DK-nek, hogy Ferenc városban elindítják Gegesüt, és ez elindított egy lavinát a dk sokat Borzasztó. borzasztó. Én ezt, Akkor ez nem így van? Nem, én ezt elmondtam dékás DK-s illetve DK-s pozícióval lévő emberek is, mikor leültünk, úgymond tárgyalni. Ez a tárgyalás abból állt, hogy elmagyaráztam neki, hogy ezek nem gesztusok, ezek nem rossz szándékból születnek ezek az indulások, ahol el tudunk indulni, és olyan a csapat, és úgy látjuk, hogy a polgármester nem rakott le olyan teljesít, mint ott el fogunk indulni és ez a fontos, hogy értsék, hogy ők izmozásból indulnak, meg nem indulnak egymás ellen. Ez ugye megjelenik az ellenzéki térfélen. Nálunk ez nem erről szól, csak a saját teljesítményről. Most ez a helyzet ön szerint mekkora kárt okoz? a dk és a kutyapártnak is, meg lehet, hogy az ellenzéknek is. Most megpróbálnak egyesére vagy beszélnek egymással, vagy történik-e bármi a két párt között, mert azért azt tagadhatatlan, hogy a konfliktus az érezhető, hát a sajtóban ez megjelent. Most dolgozunk, én hogyha azt látom, hogyha, hogy a megoldás felé elindulunk, akkor persze beszélhetünk erről, de én, én most nem tudok új felleméről beszámolni az ügyben. Tehát ez most így van, kiadtak ezek szerint egy sajtóközleményt erről, itt tartunk most. Nem Ugye, so. ő... Igen, azért kérdeztem, hogy ez az ellentét most feloldhatatlanak tűnik így kívülről, vagy külső szemmel, de akkor nem. Nincs tapasztalatunk, szerencsére ebben, hogy egy ilyen, egy ilyen pártközi konfliktust hogyan kell rendezni. No, ön hátszeres tapasztalatokat most, most, tesz, most szerint tesz. ez a választás ez erre Igen, is alkalmas Igen, lesz? Ön Újpesten indul polgármester jelölt, vagy polgármesternek, ott Tripon Norbert dk jelölt ott esély sincs, akkor ott semmiféle, ott mi nem volt előválasztás? Egyébként? Ezt nem tudom megmondani, én küld, írtam ki ilyesmiket, meg én erre nyitott lettem volna, nem történt előválasztás. Én ezt egyébként akkora problémának nem látom, mert szerintem Újpestet meg lehet nyerni a fidesz együtt is, vagy a Norbinak, vagy nekem. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy én nyerjek, illetve az én csapatom nyerjen. Baromi jó csapatunk jött össze egy olyan csapat, amivel ott helyben csak a Fidesz vagy a DK tud ö, rajtunk kívül. És azért azt látni kell, én dolgoztam a hivatalban, a Tibi Déri mellett, polgármester mellett, azért azt látni hogy itt olyan ügyek ragadtak be, mint egy testületülés közvetítése, vagy mint egy részvételi költségvetés kiírása. Tehát ezek, ezek, ezek a folyamatok nem történtek meg. Hogy áll az aláírásgyűjtéssel? gyűjtéssel? Jól állunk, nagyon, tök jól, tök jól állunk. Ugye mi, mi alapvetően önkéntesek vagyunk, tehát mindenkinek van egy állása, emellett csináljuk, Szerintem a napokban mindenki, minden az egy egyéni képviselőnk meg lesz, még az is, aki tegnap ért vissza Kecskemétről. Meddig dolgozott? Hány évig dolgozott? 19-től 21-ig majdnem két évet dolgozott. Azért kérdezem, mert a kutyapártnál mindig felvetődik, bár egyre ritkábban a viccpárt kérdése, hogy mondjuk valóban polgármester szeretne lenni, akkor alkalmas lenne erre, illetve szavaznának-e az újpestiek, mert más, hogy persze támogatjuk a kutyapártot. Mondjuk ez a 12. kerületben megtörtént, ugye Kovács Gergely megnyerte ezt az előválasztást, de 5 éve dolgozott az önkormányzatban, szóval under kvantum. pár év tapasztalata. Hogy tudja elhitetni ezt az emberekkel, hogy valóban alkalmas arra, hogy polgármester is legyen, mert az is egy más jellegű fel. Elhitetni nem akarom, megmutatni szeretném. Tehát ugye van egy hivatali tapasztalatom, ez inkább belső, és az a tök érdekes, hogy nekem nagyon sok visszásság, amit most látok csak utólag, ez onnan derül ki, hogy utána egy másik szemszögből is, önkormányzati képviselői szemszögből is megnézhetem a gergőik tapasztalatával, illetve az, a kutyapártos önkormányzati képzéssel. Na de Tehát... hogy tudja megmutatni, mert azt mondja, hogy elhitetni nem akarja megmutatni. Ugye megmutatni csak akkor tudja, ha megválasztják hát úgy, most előtte vilához. hogy tudja megmutatni? Szerintem úgy tudom megmutatni, hogy egyrészt van, van, a csapat. Az, az, szerintem szükséges. Tehát, hogyha valakinek nincs egy 50-100-150 fős csapat, akkor nem tud nyerni. Ez az egyik része. A másik része az, hogy van egy 10-11 fejezetes program, ami rendelkezésre is nem ígéretek. Tehát nem az korházat kórházat Újpestnek, amit 2019-ben a DK ígért meg hazug módon, most pedig a Fidesz, hanem olyan, olyan ő, ügyek, mint a parkolási rendszer ő, kialakítása Újpesten. Ezt én kezdtem el az a akkori munkatársaimmal begyűjteni az adatokat a koncepcióhoz, hogy milyen legyen a parkolási koncepció. Ez képest a mai napig nem született megoldás. De vannak még ilyen ügyek, egy példát hagy mondjak, 22-ben bevittük a közmeghallgatásra, hogy a Újpest központ aluljáró ugyan BKK terület, de próbálják már meg megoldani. Rákérdeztünk most 23 hogy mi történt az ügyben. Kiderült, hogy kettő egy e-mailt küldött az alpolgármester a BKK-nak. Az alpolgármester, aki ha felemeli a telefont, és szól a BKK, nem tudom, a valakinek ott, egy ügyvezetőnek, akkor valószínűleg holnapra lesz ott valaki, is lehet vele tárgyalni. Tehát olyan, ö, ugyanilyenek a meghívásos közbeszerzések, amiről a Gergő rengeteget beszélt már, hogy nyílt eljárásokat kéne indítani. Ehhez képest a DK nem ö, ír ki számottevően kevesebb nyílt eljárást, ö, meghívásos eljárást hanem ugyanúgy például a parkfenntartási feladatokra 299 millió forintért írják ki a keretközbeszerzést, hogy ne érje érj el a 300 millió forintot. Ez továbbra is ugyanúgy Működik, és tényleg nem értem, hogy én ott dolgoztam, erre nem láttam rá, de ha valaki megszerzi a szükséges tapasztalatot, akkor látni fogja azt, hogy mennyire hasonlít a Fideszes és a DK-s Utolsó dolog nagyon röviden, de ez már nem Újpestről szól, hanem az országos politikáról. Tegnap, vagy tegnap előtt megjelent az AVC Research új, vagy legújabb kutatása, ami a kutyapártot illeti, vagy ami a kutyapárt számára érdekes lehet, és nem tudom, hogy foglalkozik-e ezzel a párt egy ilyen méréssel, hogy Magyar Péter új pártja úgy tűnik ez alapján, a mérés szerint, hogy momentumtól és a kutyapártól veszel a legtöbbet. foglalkozik -e ezzel a két farkó kutyapárt? Vagy van -e ezzel dolga? Hmm. Ezeket mindig nézzük, megpróbáljuk megszerezni a teljes adatbázist, hogy lássuk, ugye hogy fizetni azért nem szoktunk, mert ezt látni lehet pont az AVEC researchnél, ahol lett rendelve egy 12. kerületi közvélemény a Farkas Csabát 10%-kal magasabbra mérték, mint a Gergőt, aztán kiderült, hogy 61%-ot tud a Gergő, és 19-et a Momentumos jelöltet rendelni nem fogunk. De a tendenciákat figyeljük, és azok nyilván olyanok, ok, amiket figyelembe kell venni, Ilyenkor tökre örülök, hogy amikor éppen jól állunk, és beszélünk önökkel, akkor sosem mondom azt, hogy na ez, ez van, ez alapján kell ránk szavazni, akkor is azt mondom, hogy ezeket mértékkel kell fogadni. Amit a Magyar Péter csinál, és amit mi csinálunk, szerintem megfér egymás mellett. Tehát a Magyar Péter inkább ebben a egyelőre csak beszél, ebben a hagyományos politikában utazik, és ebben én azt látom, hogy veri az ellenzéket. Ez elég egyértelmű. A, viszont ez felülről szerveződik, ez nem szerves. A, amit mi csinálunk, az alulról jön, és szerves. Lehet még a Péterből szerves szervezet, illetve az ő szervezetükből, de én most azt látom, hogy a közösség alapú, tehát az a cselekvés alapú közösség szervezést, azt nem fogja tudni leképezni a Péter, és szerintem ezt a rendszert hagyományos politikában nem lehet feloldani. Köszönöm szépen. Egy bejelentést még tehetek gyorsan? Ha, hogy ne. Jó. Örülünk neki, hogy ez bejelentés. Szuper, szuper. Tehát egy gyors bejelentést szeretnék tenni elindul a közösségi költségvetés Újpesten, ezt nem csinálta meg a jelenlegi vezetés, úgyhogy mi a jelöltekkel dobunk össze pár tíz, pár százezer forintot, és ötszázezer forintra lehet majd ötleteket beadni a kampány során. Ugye nincs állami forrás, úgyhogy ezt a jelöltek pénzéből szórólapok helyett fogjuk elindítani. Mikortól és hol? Lesz? Most fog megjelenni a Facebookon, hogyha működik a gépezet. Úgyhogy nagy Dávid MKKP, és köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.